Szofia Kánics Judit 8 éve vezeti a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzatot. 1993-ban repatriált Magyarországra, és hosszú éveken keresztül Baktaló rendházán tanított angol és ukrán nyelvet. Amikor elkezdett dolgozni, meglepődve tapasztalta, hogy sokan nem tudják, hogy az ukrán és az orosz két különböző nyelv. Jelenleg az önkormányzat aktívan részt vesz a helyi programokban, illetve folyamatosan pályáznak is. Feladatuk, hogy a nemzetiség kultúráját, hagyományait, nyelvét és tradícióját bemutassák, és népszerűsítsék akár azok számára is, akik már Magyarországon születtek. Megtartjuk szépen hagyományosan az ünnepeket, ápoljuk a nyelvet. Nagy dolognak tartom azt, hogy ilyen rendszeresen működik az iskolánk, mert nem könnyű dolog, a gyerekek azok az én kis hőseim, mert ő egy rendes iskola után 4 órakor a nagy hátizsákkal, felszereléssel jön ukrán órára. És ez a szülőknek is, és a gyerekeknek is elég nagy munka. De szeretettel jönnek, és sikerült már egy 10 fős fiatalokból álló csoportot megszerveznünk, akik már befejezték az iskolát, tanulnak egyetemeken, stb., de összetartanak, és úgy szintén aktív tagjai a mi csoportunknak. Fontos kezdeményezése az önkormányzatnak, hogy magyar nyelv és helyesírás oktatást is szerveznek 7-8 fős kurzusokban. Legközelebb a tavasz folyamán indítanak új csoportot. A 100 főnél is nagyobb létszámmal működő önkormányzat a beilleszkedésben is segíti azokat, akik Ukrajnából települnek át Magyarországra. A tagok az ukrán és magyar ünnepeken is programokat szerveznek. A holodomor az ukrán nép történetének egyik legnagyobb katasztrófája. Egyes becslések szerint több mint 7 millió ember áldozattal járó ukrajnai éhínség. A közeljövőben már Nyíregyházán is megemlékezhetnek a tragédiáról. Munkatervünkben van, és elindult Nyíregyházán egy holodomor emlékkő felállítása a görögkatolikus templom udvarán, a Korányi úti görögkatolikus templom udvarán. Püspök atya engedélyét adta, meg lett szentelve a hely, és most a készületek, a kő előkészítése indult, úgyhogy lesz egy ilyen dolog is Nyíregyházán. Azon kívül szeretném megmondani, aki nem tudja, hogy a mi önkormányzatunk állított emléktáblát Biri településen. Mártír halált Orosz Péter Pál, görögkatolikus papnak, akit aljas módon meggyilkoltak Kárpátalján. Azon kívül a nyíregyházi főiskolán emléktáblát állítottunk Udvari István tanárúrnak, aki annó megalakította az ukrán tanszéket. Tavaly nyertek egy pályázatot is, amelynek köszönhetően sikerült kiadniuk a Tanuljunk Ukránul című könyvet, amit a vasárnapi iskolában is használnak.